Az alig 640 lelkes márokpapi közigazgatásilag Tarpához tartozik, így a falu lakói gyakran használták ezt a külterületi utat, ha ügyintézés miatt a szomszédos településre kellett menniük. Sőt, a korábbi évtizedekben is nagy terhelést kapott ez a szakasz. A külső úttest rész, ami ugye az önkormányzat tulajdonában van, 1970-ben épült, és sajnos mostanára nagyon elromlott az igazság. A 70-es árvízkor ugye ezt az utat elég nagy kocsikkal megterhelték, ugye a különböző kőszállításokkal a Kárpát-aljáról, mert itt volt a nevezett Páskom legelőn depózva a kőmennyiség, és nem jöttek tovább, az igazság. Sőt, ha tovább megyek, ugye, ami megint már viszonylag régen volt, a 2001-es úgymond tiszai árvíz, akkor meg ugye Tarpán volt, a Huszti farmtelepen volt letéve a betonkerőzeme a kivitelező cégnek, és ugye az összes mixerbeton ezen a kis útszakaszon került át, nem csak Márokpapiba, Cselodára, Tákosra, Gelénes, Vámoshatya és Barabás irányába is, és nagyon sok építő anyag úgy szintén, és akkor ezt sajnos ennek tudnak megint nem igazán használt. Több mint 150 millió forintos vidékfejlesztési program pályázatból viszont sikerült jól járhatóvá tenni ezt a közel 2 kilométer hosszú útszakaszt. A település központja felé haladva pedig hamar elérjük a tavaly ősszel kialakított játszóteret is. Ezt azóta parkosította is az önkormányzat. A cél, hogy vonzóbbá tegyék a települést a kisgyerekes családok számára. Sajnos elmondhatom azt, szomorú tényás, hogy már sem a óvodánk, sem iskolánk nincsen. A gyerekeink családjának óvodába, és úgy szintén az iskolások családjának iskolába is, az igazság. De elmondom azt, hogy 47 gyerekkel bírunk, és ugye ők ezt nagyon jó kihasználják, és veszik is igénybe, az igazság, szabad őkben, amikor tehetik. A Márokpapihoz hasonló kis településeknek óriási segítséget jelent a fejlődésben, mind a vidékfejlesztési, mind a Magyar Falu program. Az ország gazdasági adottságához igazodik az idei Magyar Falu keret, tehát most mindössze egy pályázat lett meghirdetve, az is útfejlesztéssel kapcsolatos, és tudomásom szerint például erre a 88 településből a 86 település mindegyike pályázatot fog beadni, és hát valójában biztos, hogy keveset nyerhetnek, de ez bőven jelzi azt, hogy igen, nagy igény van arra, hogy a Magyar Falus programból a kis települések olyan fejlesztést valósítsanak meg, amire egyébként más Európai Uniós forrásból nincs lehetőségük. Márokpapi a pályázatoknak köszönhetően nagyot lépett előre, de az önkormányzatnak vannak még tervei. Szeretnék a falut összközművesíteni, ehhez pedig szennyvízberuházásra lenne most szükség.